A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a nálatok Mizut látják. A mai műsorunkba hétköznapi hősöket hívtam. Szerintem a közelmúltban annyit volt a két vendégem a médiában, meg hát előtte is már azért ismerhettük őket, hogy nem nagyon kell Önöknek bemutatnom a vendégeinket, de azért szeretném, hogyha mégis egy kicsit jobban megismernénk őket a mai műsorban. Itt van velünk Klupács Péter mentőtechnikus. Szeretettel köszöntelek. Hogy itt lehetek. Már nem először vagy itt ebben a műsorban, azt is el kell, hogy áruljuk, és hát itt a Fehérvár Televízióban sem először jársz nálunk. Sokszor volt már lehetőségünk beszélgetni is, meg hát ugye nyilván híradásaink alatt is sokszor találkozunk veled, úgyhogy nagyon örülök, hogy újra itt vagy. Mindig jó jönni. És itt van velünk Pavelce László is, a Huba Rescue 24 parancsnoka, akinek egyébként a Baptista Szeretett Szolgált veszélyhelyzet kezelési igazgatója titulusa is van, ezt el kellett, hogy mondjam így, mert fejből egy kicsit nehéz. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hát mindig jó itt a Miskolci tévében. Köszönjük. Hát jó, ez nem, ez szerintem belefér a Mizuba, azért láttunk már vicces jeleneteket, és hát a nézőink szerintem majd, ahogy itt a műsor folyamán látják, azért láthatják azt is, hogy igaz, hogy nagyon kemény helyzeteken szoktatok túl lenni, és hát életetek során is már nagyon sok veszélyes helyzetben voltatok, de azért a humor az mindig ott van az életetekben. Kezdjük akkor ezzel, ha már így bevetetted. Mert most azért nem láthatták a nézőink itt a műsorunk előtt, de azért már most is viccelődtünk, úgyhogy gondolom, hogy ezért ez nagyon fontos, hogy a munkátokban a humor jelen legyen. Különben hogy tudnátok átvészelni? Mindenképpen egyébként nagyon sokszor viselkednünk kell még egy katasztrófa helyszínén is, mert ugye valahogy el kell lepleznünk nekünk is a feszültséget, és ez nagyon sokszor a másiknak a piszkálásában, egy-egy ugratásban, és akkor sokszor ugye a körülöttünk lévők el se tudják képzelni, ezek nem normálisak, hát itt vigyorognak meg. És akkor egymást megugrasztjuk egy kicsit, egy kis tréfával vagy valami, és akkor megy tovább a dolog. Tehát nekünk is nagyon fontos, hogy tudjunk humorizálni, és tudjunk nevetni is, hiszen néha muszáj egymást kihoznunk abból a gödörből, amiben éppen vagyunk, vagy lelki mélységből, és akkor egy kis vidámsággal ezt megtörjük. Hát a mentés mindig hoz, vagy rejt magában olyan helyzeteket, szituációkat, amelyik kihozzák az emberből a mosolyt, de nagyon uralni kell ezeket az arcmimikákat, hiszen nem lehet úgy ellátni egy rosszul levőt, hogy én közben ott nevetgélek, tehát nagyon visszás lenne ez a helyzet. De mégis van, amikor az ember már úgy nagyon szétszalad a szája, és nem tudja tovább tartani, és ha szerencsém van, akkor pont a társam éppen nem neveti el magát, és akkor bizony egy kicsit olyan kellemetlen érzés, ha úgy nagyobbra sikerül a mosoly. Pedig dolgozunk, és megtesszük mindent, amit kell, és mégis benne van a lehetőség, egy-egy humorosabb, még a tragédiákban is benne van az a lehetőség, hogy egy-egy humorosabb helyzet adódik, amit nem számol az ember, vagy amit nem vár az ember. Lehet ez olyan is, nem, amikor az iskolában van a gyerkőc, és mondjuk a tanár figyeli nagyon, de van valami vicces helyzet, és akkor nem meri magát elnevetni. Igen. Hát nekünk is van ilyen is, van olyan is, de mondom, nagyon jó. A legjobb pedig az, amikor még maga akár az ellátott, vagy a bajban levő is levágja azt a szituációt, és ő is elneveti magát, hát az meg aztán végképp fel tudja emelni az embert. De alapvetően tényleg úgy van, hogy nagyon sokszor ugye feszült a légkör. Ahogy régen én a műtőben tanultam annak idején, de aztán rájöttem, hogy hát ezt mind úgy lopták a filmekből, ugye, hogy ami Los Angelesben történik, az ott marad, na most nálunk ez a mentés közben történt dolgok is ott szoktak maradni. Néha megy a szidalmazás, a másiknak a szidása, de ugyanakkor az ott marad, hiszen a munkánk fontos, mindig a helyünkön legyünk agyban, meg hát azért a vidámság az nagyon fontos, hogy meg tudjuk őrizni a méltóságunkat. Neked ugye titeket azért baráti kapcsolat is
összefűz, ugye? Igen, ettől néha morgunk. Na, az már feszültebb helyzetet tud szülni. El kell egymást viselni, ugye? Azért az, azért hát az is egy fontos dolog, mert hát azért az ember is ugye a házastársától többet van távol, mint mondjuk a munkatársaival. Így van, nagyon fontos egyébként, mentőcsapatban szoktuk is, meg én vezetőként azért szoktam is mondani, hogy 10, de leghosszabb az a 14 nap, amíg össze lehet zárni embereket. Azok akármekkora barátok, akármekkora társak, 14 nap után aztán elkezdődik a különböző kis szákák, kis sérelmek, felhánytorgatása, hiszen elfárad az elme, elfáradunk fizikálisan, és olyankor már aztán egymás torkának tudnánk azonnal esni, ami természetesen utána ugyanúgy rendeződik, de akkor ez előfordul. Tehát nagyon fontos az, hogy nem ok nélkül van az, hogy nem lehet hosszú ideig pszichésen összezárni embereket, akármekkora barátok. No, hát az apropója annak, hogy a mai műsorban elhívtalak titeket, ugye ez a törökországi földrengés és Szíriát érintő földrengés, amin hát ugye nagyon sok részben hozzájárultatok ugye ahhoz, hogy életben maradtak emberek, de még nem menjünk annyira előre, illetve vissza, hanem most egy picit beszéljünk ennek az utóéletéről, aztán majd persze szeretném, ha megbeszélnénk részletesen ezeket a történéseket. De hogy azóta, most, hogy felcsapjam a műsor címét is, nálatok Mizu, tehát, hogy azóta mi történt, ugye jártatok már nálunk is, Novák Rita kolléganőmnél, akkor hirtelen frissen számoltatok be az eseményekről, most már azért eltelt egy kis idő, azt láttuk, hogy nagyon sok elismerést kaptatok mindenhonnan, ezen kívül pedig nagyon sok helyre hívtak titeket, rádió, tévéműsortól elkezdve tényleg a média világában most nagyon sokat szerepeltek. Azóta mi újság ezzel, és hát hogy tudtatok visszazökkenni a mindennapi munkába? Én azért azt láttam, hogy múltkor egyszer kiraktad, hogy Ecuadorban is földrengés volt, és készültségben voltatok. Sőt, azóta volt már Pakisztánban is újra földrengés. Tehát mi elég sokszor vagyunk készenlétben. A felszerelés az azóta pótlásra, felújításra, felfejlesztésre került. Tehát gyakorlatilag mi nálunk a mindennapok is abból állnak, hogy vagy eszköz, vagy jármű, tehát valaminek a karbantartása, javítatása, csinosítgatása, na meg hát a rengeteg média, tehát azért most már tényleg elmondhatjuk, hogy sokkal többet szereplünk a médiában, mint amennyit dolgoztunk Törökországban. Tehát ez nekem így van. Aztán természetesen van, ahova együtt megyünk, van, ahova külön. Így zajlik mostanság. Te hogy éled meg a mostani napokat? Az első napok nagyon fárasztóak voltak, tehát még akkor az ember nagyon elfáradt. Kellett egy-két-három nap, mire feldolgoztad magadba, helyre raktad a dolgokat. És hát rengetegen érdeklődnek, rengetegen kérdezik, hogy hogy vagy, hogy bírtad. Hívnak bennünket, hogy menjünk, meséljünk, hogy mi volt kint. És igyekszünk eleget tenni. Igyekszünk eleget tenni minden meghívásnak, aminek csak tudunk. Persze mindig adódik a helyzet, hogy sajnos nemet kell mondanunk. De név nélkül itt középiskolába jártunk akkor olyan helyeken, ahol megtiszteltetés volt megjelenni a város részéről, akkor olyan médiumok, vagy médiumok, nem médiumoktól, médiáktól, aholba örömmel mentünk, és annyi kérdés van a gyerekek részéről. Elég nagy számú gyerekközönség előtt is tudunk mesélni arról, hogy mi ezt, hogy készültünk, mit csináltunk ott kint, hogy éltük meg. És olyan helyén való kérdéseik vannak, és olyan profin kérdeznek, és öröm válaszolni, öröm ott lenni, amikor ilyen tizenéves gyerekek, és köztük vannak olyanok, akik megkérdik, és akkor ezt hogy lehet majd folytatni, én is, ha szeretném. Hogy hogyan csináljam? Pedig az ember nem gondolná, hogy mondjuk az a korosztály annyira jártas, mondjuk akár a híradót nézi, és hogy úgy mondjuk tudják. Ismeri, tudják. Hát a szülők akkor ezek szerint ők is jobb befolyással lehetnek a gyerkőcökre. Ők is, a média is, és hát gyakorlatilag az nagyon érdekes, mert még mindig
helyzetbe tudnak hozni bennünket, tehát ugyanúgy a mi érzelmeinket is fel tudják szakítani. Tehát ez egy nagyon jó dolog abból a szempontból, hogy ők is megértették az egész törökországi mentés üzenetét. Mi emberek vagyunk, nem robotok, nem drónok, hanem érző húsvér emberek. Én nem szeretem ezt a hős titulust. Én azt szoktam mondani, hogy a hősök mi számunkra más emberek. Én azt gondolom, hogy minden normális ember reggel elmegy a munkába. Na most nem biztos, hogy mi reggel indulunk, hanem amikor indulunk el, akkor indulunk. Nincsen könnyes búcsúzkodás a családtól, hiszen nem meghalni megy az ember, hanem dolgozni. Mi ehhez értünk, más az operatőrködéshez, más az autószereléshez, a harmadik a villanyszereléshez. Tehát minden szakmának megvan a szépsége, a veszélye. Tehát senki nem úgy indul reggel, hogy na én most bevegek a munkahelyemre, és én olyan profi villanyszerű vagyok, de ma agyonvágatom magam az áram. Nincs ilyen. Az élet hoz tragédiákat, ezekre igazából lelkileg fel lehet készülni, de mégse lehet. Tehát mi is ugyanígy vagyunk, elmegyünk, elvégezzük a munkánkat a lehető legnagyobb biztonság és a legnagyobb körültekintés mellett. Hiszen én mindig azt szoktam mondani, amikor odaérkezünk valahova, belőlünk kevés van. Tehát, hogyha mi is ilyen agyhalott módjára csak mennénk, aztán nem vigyáznánk a saját testi épségünkre, nem vigyáznék én mondjuk a csapatom testi épségére, az valószínűleg meg is hozná hamar az eredményét, tehát hamar bajba kerülnénk. Nagyon fontos az, hogy elvégezzük a munkánkat, a ránk bízott munkánk a lehető legnagyobb szaktudással, illetve a lehető legnagyobb odafigyeléssel, biztonság mellett. Utólag aztán rá szoktunk jönni, hogy volt olyan, amikor nem voltunk egyáltalán biztonságban, de az elmúlt, megúsztuk, szerencsénk volt, de ez minden más szakterületen is, én úgy gondolom, hogy így van. Tehát mi pontosan ezért nem éljük meg máshogy ezt a dolgot. Ezek a nemzetközi bevetések sokkal nagyobb publicitást kapnak, mint mondjuk itthon egy hasonló kaliberű feladat, hiszen azért Magyarországon is vannak épületomlások, robbanások. Tehát én azt gondolom, hogy a valós mindennapi hősök azok a 24 órában ezt a feladatot ellátó mentő, rendőr, tűzoltók. Mi csak a munkánkat végeztük, de persze természetesen jól esik, amikor az embernek elismerik a munkáját, meg megtisztelik azzal, hogy akár egy ilyen titulust is ráakasztanak, de nekünk ez nem elvárásunk, mi holnap után is menni fogunk. Ez nem áll szerénység. Én úgy gondolom, hogy nekünk embernek kell maradnunk, és az embereknek arra van szükségük, hogy példaképek lehetünk, de hősök nem szeretnénk. A hősök azok meg szoktak halni. Minden munkára ugyanúgy készülünk. Azóta visszazökkentünk a napi kerékvágásba, újra vannak te is lehetsz hősnek a meghívásai. Itt is a város egyik kollégiumába jártunk a nevelőknek és a diákoknak előadást tartani. Ugyanúgy készülsz rá. Ugyanúgy a legjobb tudásod szerint mész oda. Nem adhatod elő a másik előadást úgy, hogy abba hiba legyen. Ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan körültekintéssel készülsz, rakod össze a kis laptopodat, a kis programodat. És akkor természetesen a vége az, ne is Törökország. Igen, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy jó példával járjunk elő. Tehát senki ne álljon el attól, hogy most hatalmas dolgot végzett, mi se végeztünk hatalmas. Persze nagyon jó dolog embereken segíteni, embereket megmenteni. De nekünk volt lehetőségünk, mi voltunk ott. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon még nagyon-nagyon sok olyan ember él, aki ugyanezt meg tudta volna tenni. Vagy lehetősége, vagy a szituáció nem volt meg. Mi pedig, hát erre készülünk gyakorlatilag, ezért Rescue 24 a nevünk a nap 24 órájában, hogyha menni kell, akkor most beszélgetünk, lehet, hogy egy óra múlva meg már megint valamiért a repülőtéren toporzékolunk. No, akkor egy kicsit kanyarodjunk erre vissza, hogy honnan jött a lehetőség, illetve, mert ugye mondod, hogy készenlétben vagytok, és nektek adatott meg ez a lehetőség, hogy indult az egész
Ugye, ha jól emlékszem, ez hétfői napon történt. Igen, ez 6-án hajnalba. Engem... És ti másnap indultatok, igaz? Nem, aznap este. Vagy még aznap este voltunk. Meg is érkeztünk. 24 órán belül ott voltunk. Tehát ami nagyon fontos, hogy 99-ben mi már ugye jártunk két alkalommal is Törökországba nagy földrengésnél. Adepazára és környékén, itt Isztambultól 300-400 kilométerre, és már akkor jó kapcsolatot építettünk ki egyrészt a magyarországi török nagykövetséggel, illetve én azt gondolom, hogy akkor is letettük a névjegyünket, hiszen akkor is sikerült 7 élő embert megmenteni. Nagyon érdekes, ez a számisztika is, ugye? Hogy 7 élő embert mentettünk meg az első, nem a második nagy török földrengésnél, és azóta én nekem, hogyha bármi olyan rendkívül esemény van Törökországban, kapom az SMS-t ottani ismerősöktől, magyar tolmácstól, tehát aki kint dolgozott nekünk, vagy segített nekünk, volt törökországi, vagy budapesti nagykövetsége alkalmazottját, minden, és most is ez történt, hogy Marika, nem árulok el titkot, vagy Kovács Mária, ő itt volt a titkárság vezetője a konzulátusnak, a török konzulátusnak, és ő küldött nekem egy SMS-t, hogy nagyon nagy baj van, hatalmas földrengés rászna meg Dél-Törökországot, és hogy hát egyelőre azt látják, hogy pár száz áldozat van, de hát ugye ezt ismertük már 99-ben, ott is ugyanez volt, hogy egy-két ember, 3-4 ember, 100 ember, és akkor 2-3 órával később már 4-600 fő volt halott, akkor már tudtuk, hogy itt ez valószínűleg megint megismétlődött. És ugye amikor a nemzetközi segítségnyújtásban Törökország már nemzetközi segítséget kért, akkor tudtuk, hogy nagy a baj. Hiszen Törökország azért egy kicsit nagyobb ország, mint Magyarország. Mondjuk hozzátesszük, hogy az a terület, ahol most mi nekünk mentenünk kellett, az másfél magyarországi terület. Nem mi nekünk kellett ott, bocsánat, hanem amekkora területen ez a katasztrófa történt. Az egy másfél magyarországi terület. Tehát az nem egy pici terület, de ez Magyarország, vagy Törökországnak is csak azt hiszem, hogy 10%-a. Tehát most nem akarok butaságot mondani matematikában. Az a lényeg, hogy tehát azért az ország más részéről oda vezényelt mentőalakulatok, katonák, tűzoltók, orvosok meg tudják oldani, de ehhez idő kell. És mivel nemzetközi segítséget kért, így lehetőség nyílt arra, hogy minél hamarabb megkezdjük a segítségnyújtást. Magyarországról is ugye több szervezet is elindult. Gyakorlatilag nem egymásra, hanem az idővel szerettünk volna versenyt futni, minél hamarabb megérkezni. Minél hamarabb ott vagy, annál nagyobb a lehetősége az élők kiemelésének, annál nagyobb a lehetősége az emberek megmentésének. Ez most bennünket, abszolút bennünket igazolt, hiszen nemzetközi sikerként is el lehet mondani, hogy az ENSZ OCSA, tehát a Nemzetközi Mentőalakulat Koordináló Szervezet ekkora mennyiségben még élő embert soha nem tudott nemzetközi csapatok, tehát nem a magyarok, hanem összességében az a 37 nemzet, ami ott dolgozott, tehát annyi élő embert sikerült kimenteni, amennyit még eddig soha. Pedig a katasztrófa nem volt kicsi, nem volt lebecsülhető, hanem az, hogy nagyon gyorsan ott voltak, tehát még idejében el lehetett kezdeni az embereknek a kiszedését a romok közül. Amikor odaértetek, akkor jó, mondtad már, hogy volt hasonló tapasztalat, de gondolom, hogy azért egy hosszú idő is eltelt azóta, hogy ahhoz képest, amit tudtatok a körülményekről, milyen érzés volt ott lenni, és ezt a képet látni, amit mondjuk az előbb is a nézők is láttak a képeken. Ezt mondja Peti. Mindig, ha a mentőautóval is vonulsz egy esethez, mindig van egy múltbeli viszonyítási alapod, amihez te gyomorgörcsöt kapsz, vagy egy kis izgalmat, fölmegy egy kicsit a pulzusod, kis adrenalinlöketet pontosabban, és van egy várásod, hogy mi lesz ott a helyszínen. Azt ehhez képest vagy banális, vagy sokkal rosszabb. Hát itt a sokkal rosszabb változat volt. Nagyon sokunknak ez volt az első ilyen nagy területű pusztulás, amit látott. Láttunk kisebbet,
kevesebb áldozattal. Hasonló körülményeket. De ekkorát nagyon sokunk köztük én is még nem. És amikor kiérkeztünk, és Adanából elindultunk az általunk, vagy a számunkra megszabott helyszínre, akkor ahogy haladtunk az epicentrum felé, egyre több sérült épületet láttunk, és egyre több kárt és szenvedést. És amikor mi kiérkeztünk, akkor azon a helyen még nem jártak a török alakulatok, hanem csak ez a három nemzet, aki akkor odaért, és ott abban a sátortáborban helyet kapott. Mi voltunk ugye az elsők, és természetesen a Laci tartott egy eligazítást, hogy mit vár el, kitől, kik fogják a sátrat állítani, ki fog menni ki a terepre, mert ugye minél előbb ki van közelítve az ember, a technika, annál könnyebb lesz. Viszont nem számoltunk avval, hogy olyan nehézségeink lesznek, mint hogy ott minden infrastruktúra megállt, tehát hogy nem lesz üzemanyag, nem lesz víz, nem lesz villany. Számoltunk, csak arra nem gondoltunk, hogy még a hatóság sincs felzárkózva, ugyanis minden nemzetközi segítségnyújtásnál magának az üzemanyaggal való ellátásnak, hiszen ez nagyon érdekes dolog, ugye a légitársaság nem engedi a fedélzetre az olajakat, üzemanyagokat felvinni. Üres a magreátor. Így gyakorlatilag megérkezel egy katasztrófa sújtott országba, vagy ott ki kell menni az első lehetőségnél feltölteni ezeket a készleteket, de mivel még ugye Isztambulban volt az első érkezésünk, onnan még repültünk tovább, tehát nem volt lehetőség arra, hogy feltöltsük a készleteket. És amikor aztán megérkeztünk Adanába, akkor pedig reptéren gyakorlatilag felettünk szórva buszra, teherautóra, málha, azt elindultunk. És majd gondoltuk, hogy majd útközben, de aztán nem minden útközben lévő kút, minden zárva volt már, illetve hatalmas sorok várakoztak ugye a maradék üzemanyagokért, ilyesmiért. Aztán, amikor megérkeztünk a táborba, ahol nem elsők voltunk, harmadikak voltunk. Egyébként a nemzetközi táborba harmadikak voltunk, hiszen a svájciak, illetve a hollandok már, igen, hollandok voltak ott, akkor gyakorlatilag mi felépítettük gyorsan a tábort, a csapat egyik része már akkor kiment a területre, a másik pedig felépítette azt a tábort, ami gyakorlatilag arra az 5-6 napra, ami, hogy mondjam, egy kis fészkünk volt, így van, ez talán jó szó. És gyakorlatilag oda tudtunk mindig visszavonulni, egy kicsit regenerálódni, de hát nagyon sokat nem töltöttünk ott, az az igazság, és ennek megfelelően azért mi magyarok vagyunk, tehát feltaláltuk magunkat, megoldottuk az üzemanyagkérdést is, néha könnyebben, néha nehezebben, ugye az összetört járművekből nem volt olyan bonyolult kinyerni az üzemanyagot, tehát ez nem lopás, hanem gyakorlatilag a török önkéntesek tényleg felismerve a helyzetet, ők az összetört járművekből leszívták az üzemanyagot, csak ugye nem volt mindegy, hogy most gázolajat sikerült, vagy benzint. A benzinbe sem mindegy, hogy mi kerül az agregátorba. Tehát ez nagyon nagy odafigyelés, hogy ne véletlen gázolajjal töltsék fel a benzines agregátort. Tehát kellett kattogni az agynak, és körülbelül a második nap volt az, amikor elkezdtek rendeződni a sorok. Tehát az első két napban a török állami rendszer sem működött. Tehát a rendőrök, a mentők, a tűzoltók, illetve a hadsereg egyáltalán nem voltak kommunikációban. Megállt az élet? Hát képzeljük el, hogy az épületek összedőltek, és annak a tetén voltak ugye az antennák, a GSM, az egyéb szolgáltatóknak a rendszere. Tehát nem volt egymás közt, mert kommunikáció, víz, villany, gáz központilag elzárva az egész városba, hiszen minden összedőlt, tehát mindenhol eresztett volna a gáz, illetve villany, áramütés veszély állt fenn. Tehát mindent lekapcsoltak. És ennek köszönhetően egyfajta kisebb káosz alakult ki abból a szempontból, hogy nem tudtak egymás munkájáról ezek a szervek sem. Tehát oda mentünk egy helyre, mert azt mondták, hogy ott élő van.
Még a kutya is beigazolt, hogy élő van, de hát ugye kiderült, hogy egy órával a mi érkezésünk előtt már kivettek onnan egy élőt. Ugye egy csomó ember bejárta a romokat, tehát ezek minden fölösleges munkavégzések voltak, ami aztán egy második naptól kezdett úgy helyreállni, hogy megvolt köztük is már a kommunikáció, tehát megvoltak azok a csatornák, és igazából elkezdtek abszolút figyelni arra, hogy hát amíg az első, a mi második napunk, de első esténk volt ott, hát az valami borzalmas volt, ugye, amikor az első embert kimentettük, és akkor másfél órával később meg még újraélesztettük, de meghalt szegény, mert nem jött a mentő. Tehát ez valami katasztrófa. Tehát akkor, amikor az ember várja, hogy jön még egy szakmai, magasabb szintű segítség, és nem jön, te meg ott állsz, többet nem tudsz tenni, mint amit tehetsz, de nagyon nagy, hogy mondjam, lelkileg meg nagyon jó érzés volt, hogy 20 percig se volt időnk bosszankodni, mert már a kutya jelezte a másik élőt, oda mentünk, és onnan aztán végül is egy ugyanolyan 23 éves fiatal hölgyet sikerült élve kimenteni. Tehát ez valahol ugye elvette az embernek a dühét. Tehát úgy éreztük, hogy megint van értelme, megint. És gyakorlatilag aztán a második naptól, amikor mi azt mondtuk, hogy ember kiemelés lesz, akkor egy mentőautó ott állt végig a csapattal. Ha az 17 óra volt, akkor 17 órát állt ott a mentőautó. Tehát odafigyeltek ránk, sehol semmiféle veszélyt soha nem éreztünk, mert ugye minden nap reggel, meg este, reggel este 9-kor mindig eligazítás volt a táborba a vezetőknek, illetve beszámoltunk arról, hogy aznap mit sikerült csinálni. És egyetlen egy nemzet volt, most nem mondom, hogy melyik, amelyik állandóan veszélybe érezte magát. Az összes többi, mindenki elmondta, hogy a... Jó, én megtanultam már 99-ben, hogy a török embereket nem lehet elzavarni a romokról. Őnekik feladatot kell adni, és azt maximálisan végrehajtják. És itt is tökéletesen működött, de attól függetlenül, aki nem végzett munkát, az se láb alatt volt, hanem főztek ki neki is leves, főztek ki teát, kávét, mindenki kedves volt, nagyon-nagyon jó érzéssel voltak irántunk, amikor leültünk egy kicsit mi is melegedni a tűzük mellé, ugye a faanyagot próbálták a romok közül ki bányászni és azt eltűzelni, tehát nagyon fontos, hogy nem szeméttel tüzeltek például. Tehát rengeteg elégetni való lett volna, de a faanyagot tüzelték el. Annak se volt mindig jó illata, mert egy ilyen katasztrófa sújtott a területen, amúgy se jó a szmog, de mindig mindenbe segítettek bennünket. Tehát nem éreztük egy pillanatig se veszélybe magunkat. Azt mondtad az előbb picit halkan, hogy nagy szeretetől vezet titeket. Igen, el kell mondjam, hogy mindenhol. Ahol csak megjelentünk, ott egy simogatás, egy ölelés, az ő, ha annyi leves volt a poharában, mint ami neked van, akkor azt odaadta. És elfogadtad, megittad, még ha láttad, hogy ivott belőle előtte 5 ember, vagy 6 ember. És mert te is éhes és szomjas voltál. És jól esett. Meg amúgy se lehetne visszautasítani. Hát, meg első. Mindenhol jöttek az igazi hóruk munkások, hogy például a rom eltakarításnál, amikor a Laci adott egy feladatot, hogy ezt a területet legyenek szívesek, tisztítsák meg, mire visszajövünk. Ahol ilyen romok, kövek voltak, másnap reggel visszamentünk, az ilyen volt, mint ez az asztal. Igen, hát mondtuk, hogy nem veszélyeztethetjük azzal, hogy most kiemeljük, azt leejtjük az ágyról, vagy elesik a mentőember is. Tehát a lehető legnagyobb biztonsággal kellett mozogni a romokon, és ebben nagyon-nagyon sokat segítettek a török emberek. Egyébként én csináltam egy fejszámolást, hogy 2 vagonnyi törmeléket rakott ki a magyar csapat úgy, hogy a török segítőkkel. Tehát ahhoz, hogy ez a 7 ember kikerüljön a romok alól, 2 teljes vagonnyi törmelék, beton, vas. Például hoztunk ki egy túlélőt egy lapáthordágyon, vagy egy ajtólapon, vagy bármin, az nem úgy mindítom, hogy megfogja 4 markos ember, és akkor viszi, amíg el nem ér a mentőig. Esélyed sincs, mert
szinte mint a tárcán így... Akadályokba ütközve van. Nem, annyi kéz mindenki, van, mindenki annyi kéz van, és annyi ember, mindenki hozzá akar érni egy picit. Részese akar lenni mindenki. Az elként, megfogtam a lapát, hordágyat, mint itthon a hölgyet, hogy majd visszük, nem, az apát. Az és akkor megfogtam a lapát, hordágyat, ahol visszük, és akkor mondták, hogy nem, és akkor tík, már el is vitték, mondom, hol a sérült. Igen, abszolút segíteni akartak, gyorsak akartak lenni, tenni részesei akartak lenni a történéseknek, mindent megtettek egyrészt a hozzátartozóikért, mind a szomszédaikért. Nagyon érdekes, hogy ismerték egymást a szomszédok. Tehát ugye azért ez nálunk ma már ez nem biztos, annyira, nem biztos, hogy meg tudnád mondani, hogy a szomszéd lakásban hányan él, szó szerint, hogy a, mondjuk a fal szomszédod a másik lépcsőházban, nem biztos, hogy tudod, hogy hányan laknak. Itt mindenki tudta, hogy ki, mi, hány óra volt, ebben az időben ki hol szokott mozogni. Tehát nagyon érdekesek és abszolút segítőkészek voltak, de még itt is. Ez a kép nekem például azért nagyon kedves, most nem ez, hanem az előbb, ami volt a markoló. Tehát ha megláttak egy koránt, de akár egy bibliát is, vagy egy családi fotót, a markológépes azonnal megállt, kipattant és ment és kivette, lepucolta a ruhájába, és vagy a rendőrnek, tehát vagy aki ott posztolt, vagy a hozzátartozónak a kezébe adta. Tehát nem úgy ment a markolása, hogy... A láztalpakon állt egy-egy ember is. Figyelték a romterületet. És ha embert, ha bármi értéket, vagy könyvet, a könyvekért úgy mentek, mint a gépen. Sokat beszéltünk már az érzelmekről. Ugye az elején kezdtük a vidámabb részével, de hát azért itt voltak megható jelenetek, ugye, ami... Laci részéről ugye az országot végigjárta. Hát, a sajnos nem az országot. Így van, a világot is végigjárta. Sajnos nem az országot. Hát ugye az, amit mondtál a műsor elején, hogy, tehát, hogy ezzel is látszik az, hogy ti emberek vagytok. Így van. Hogy azért ez egy... Hát nekünk számunkra nagyon jó volt látni nézőknek, hogy tényleg a mentő, aki ott van, és hogy elöntik az érzelmek, és hogy... Nyilván akkor mindenki tudni akarta, hogy ki vagy te, mi vagy te, apuka vagy, több gyerek, sok-sok gyerek, vagy, sok-sok gyerek. És hogy te is hogy álltál ehhez a munkához, és kiket hagytál otthon. Úgyhogy, hát nem tudom, erről meséltek egy picit, hogy hogy voltatok az érzelmekkel, ezekkel az érzelmekkel, mert hát nyilván mindenkit elöntött. Beszéltünk erről már, hogy tehát amikor az ember kivesz két gyereket, egy 8 éves kisfiút, meg egy 13 éves kislányt. Mi egyébként a legtöbbet, mi a tolmácson keresztül a legtöbbet a kislánnyal kommunikáltunk. Ő beszélt az öccséhez, ő beszélt az apukájához is. Az apukája ráadásul arab nyelven beszélt, tehát nem is törökül, úgyhogy a kislány az fordítania kellett. Én meg voltam győződve, hogy a betonfal, amit nekünk át kell majd vágni betont, az mögött van a kislány. És ehhez képest ugye történt az, hogy reggel visszatértünk erre a kárhelyre, mert hajnalban kicsit felpörgött az agyam, hogy megállt az agregátor, nincs megfelelő felszerelés, mondtam, hogy ezt most abba kell hagyni, és fel kell tölteni a készleteket. És amikor reggelre visszamentünk, amit kértünk, hogy takarítsák ki azt a részt, hogy hozzáférjünk ahhoz, amit azonnal csinálni kell, ugye megcsinálták, és egy másfél órás munkával egyszer csak egy 8 éves fiúcskát hoztak ki a kollégáim. Aztán kihozták a 13 éves kislányt. És ugye ez a két gyerek, ez bent feküdt, nekem annyira itt van a szemem előtt, hogy bent feküdtek egy furgonnak a hátsó részébe lettek, nem volt ott a... De nem, igazából nem igényeltek mentőt. De oda belettek szépen, fektetve, betakarva, a nagypapa nagyon... A két ágy lett volna. Igen, tehát nagyon cukin. És akkor a Novák András kollégátok ugye mondta, hogy ő ezt most azonnal haza akarja adni hírnek, hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy... Két gyerek gyakorlatilag két órán belül ki lett mentve, és ami nem igaz, mert ugye 10 órát már előtte valónap 10 órát dolgoztunk, hogy, és nem jutottunk el, és tehát azt tud elkeseríteni embereket, legalábbis engem aztán borzasztóan el tud. Dolgozol, és nem jutottunk előbbre, mert annyira sok volt a nagy darab beton, meg vas, meg minden, hogy daraboltuk, de nem fogyott. Illetve fogyott, de mégse olyan irányban, hogy mi szerettük volna. És akkor András elkezdett kérdezni,
Ugye akkor én nekem ott volt a két kisgyerek még mögöttem az autóba. Na most azért gyakorló szülőként, amikor hasonlókorú gyereked van, de legyen idősebb gyereked is. Tehát én nekem, amikor a gyerekeket behallottam a romok között, akkor én nekem mindegy volt az, hogy most az fehér, barna, sárga, azok gyerekek. És olyankor az ember agya behelyettesít, bevált, és ilyenkor nem másról beszélünk, mint arról beszélünk, hogy gyerekek vannak a romok között, és akár az én gyerekem is lehet. Na most Magyarországon ugyanúgy nem álltunk volna meg, hiszen addig, amíg azok a gyerekek nincsenek, én nem állunk meg. Na, aztán András ebbe olyan jól belekérdezett, ahogy beszéltünk, annyira belekérdezett, hogy ő is elérzékenyült. Igen, ha a kamera megfordult volna, akkor lehetett volna látni, hogy... András ugyanúgy sírt, mint én. Csak én ugye elkezdtem törölni a szememet a jó mocskos kesztyümmel, az most nem mellébeszéd, tehát sírtam, tehát én el is ismerem. De András ugyanúgy sírt, csak ő még úgy hozta utánam a kamerát. Aztán mondtam neki, hogy azt tudod, hogy ez nem megy kiadásba, azt mondta, hogy majd ezt ő tudja. Hát aztán ugye csinált belőle anyagot, egy kicsit akkor dühös is voltam, de aztán én azt gondolom, hogy a mi munkánkat is meg kell mutatni. Tehát az, hogy tényleg emberek vagyunk, nekünk is érzelmeink vannak. Mindig azt szoktam mondani, hogy, mert szokták tőlem kérdezni, hogy tudom ezt a munkát úgy csinálni, hogy nem. Ugyanúgy bennünk van az érzelem. Csak mindig azt szoktam mondani, hogy képzeld el, hogy te bajba vagy. Beszorultál egy roncsba, egy autóba. És oda megy hozzád három így megijedt ember, hogy Úristen, hát milyen érzés lenne az egy bajba jutott embernek? Ahelyett, hogy azt látná, hogy határozottan tudod a mozdulatokat, tudod, hogy hogy kell hozzányúlni, őt is nyugtatni kell, esetlegesen a másikat, a kollégádat is. Tehát ezt kell megtanulni, és ilyenkor kell igazából embernek lennünk, és embernek maradnunk. Én azt gondolom, hogy sikerült, ettől függetlenül, hogy én elsírtam magam. Aztán utána ez a videó, ez ugye megjelent Törökországban, de bejárta, tudom, hogy bejárta a világot, mert nagyon sok helyről, nagyon sokféle nációtól kaptam, aztán nem tudom, honnan szerezték meg a telefonszámomat, de üzeneteket kaptam, tehát SMS-eket kaptam. Utána már nagyon jó volt, hogy iszonyú nagy por volt a romok között, mert akkor már rá lehetett fogni, hogy annyira nagy por van, hogy könnyezik a szemem. Rengeteg olyan volt, ami azért még úgy csavart az ember lelkén. Attól függetlenül, hogy megnyugodtunk, nagyon büszkék voltunk, és nagyon boldogok, hogy kivettük azt a két kisgyereket, de aztán kivettük az apukáját, az épület másfelől kivették az anyukáját, meg még kivettük 17 óra munkával a nagymamájukat is élve. Tehát azt gondolom, hogy ez meg még ritkábban adódik meg, hogy egy család kerüljön így ki a romok alól. Harmadik, negyedik nap. És hát... néha az elérzékenyüléshez nem csak az a tudat kell, hogy kit mentesz. Elég egy simogatás. Elég egy olyan ölelés, amit nem vársz. Hogy csak úgy elmegy melletted valaki, és akkor csak úgy megsimít, vagy csak úgy odabújik. Na most ezek az emberek... És akkor az úgy szorít. Ezek az emberek például nem... Itt nem láttunk kóborkutyát, macskát. Nem azért, mert nincsenek, hanem egyrészt nincs kóborállat, akinek állaton az gondoskodik róla, meg foglalkozott vele. Ezek az emberek nem csókolgatják, nem ölelgetik a kutyát, meg nem babusgatják a macskát, meg... Szerintem igazából emberek sem nagyon szoktak tevőlegesen ölelkezni ott az utcán. Ezért volt jó, mikor csak úgy oda bújtak. És akkor, amikor történt valami pozitív, akkor ezek az emberek oda mentek és megölelték a mentőkutyát. És csókolgatták. Hát el nem tudja képzelni az ember, aki tudja róluk, hogy legszívesebben belerúgna abba az állatba, de most hős volt, segített, aranyos volt, szerették, de minket, mentőket is, tényleg. Tehát az, hogy amikor látják, hogy már te is vagy elcsigázott, vagy dolgozol, és akkor ezt csak megjelennek egy pohárral. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy az elején volt az, hogy ilyen bögrékből, meg ilyenekből kellett inni, utána aztán, ahogy kerítettek poharat, tehát ilyen műanyag poharat, papír poharat, akkor már azért tisztában, de első két napban ott nagyon szigorúan volt olyan edény, amit abban biztos vagyok, hogy nagyon sokan Magyarországon szájukhoz nem emelnének. Ugyanakkor én és akkor ment is... körbe, és odaért hozzád, és itt áll belőle.
Viszont azért megpróbáltak a legnagyobb higiéniával, tehát azért felforraltak mindent, tehát... Semmi bajunk nem volt. Nem lett semmi bajunk. De hozzátartozik, hogy, hogy az ő lelküknek is nagy dózist adott jó értelembe, hogy nézd, nem néznek le bennünket, elfogadják, amit adunk. Velünk, tehát be tudnak közénk ülni a tűzhöz, együtt tudtunk érezni, együtt örültünk, együtt szomorkodtunk, hogyha úgy hozta a sors. És ez nagyon jó érzés volt, mert tehát tényleg nem először voltam Törökországban, tudtam, hogy milyenek, de ugyanakkor ezt csinálták mindenkivel. Tehát azokkal is, akik nálunk például kicsit óckodnak ezektől a személyes kontaktoktól, azoknak is teljesen jól esett, hogy odajöttek, megköszönték, stb. Ugye hát egy tábort alakítottatok ki, és tulajdonképpen ez volt a ti hát pihenőhelyeteknek szolgáló... Fészkünk. Valami? Fészkünk. Fészek. Mennyit tudtatok így időközben pihenni? Hát keveset. Keveset. A másik, hogy ugye nem volt barátunk az időjárás. Igen. Tehát amikor egy kicsit elfeküdtünk, teljes ruházatban, védőfeszerű, most a tűzoltókabát vagy akármi. És hát azért a mínusz 10 fok az mínusz 10 fok volt, és akkor valamelyik mondta, hogy hát nagyon hideg van, meg ezért. És akkor mondtuk, hogy de gyerekek, képzeld el, akik ott ülnek kinn a kis tüzek mellett, ott egy takaró van a hátukon, vagy egy kis kabát van csak rádobva, az autókba fagyoskodnak, mert hiába voltak autóban a gyerekekkel az anyukák mondjuk, nem volt üzemanyag a kocsiba, tehát nem járatták, tehát nem belegedtek a kocsiba. És azért a mínusz 10 fok az mínusz 10 fok, úgyhogy mi is vacogtunk. És akkor, amikor ezt elmondtam, mondták, hogy főnök, tényleg nincs hideg. Igaz, szintén ugyanúgy fáztunk. Pedig a csonton is fázott. Tényleg, igen. Igen. De hát ezt is, tehát lehet ehhez is jól hozzáállni, és én azt mondom, hogy ebből a szempontból is a csapatom nagyon-nagyon jól vizsgázott. Még annak ellenére is, hogy nem vizsgázniuk kellett, meg nem ez volt. Mindenki hozta a formáját a legjobbat, megpróbált legjobban állni az emberekhez, és nem vagyunk egyformák, még gondolkodásra sem. De itt például mindenki tudta a másiknak a gondolatát. Tehát de annyira... csak ott lehet jól dolgozni. Tehát tudod, hogy mi kell a kezébe az embernek. Persze. Hát ha nem ez a csapatmunka, akkor nem tudom mi. Igen. Az eredménye az lett, hogy aztán 7 élő embert sikerült ezúttal is kimenteni, és hát majd látni fogják a nézőink nem sokára a képsorokon, hogy micsoda üdvrivalgás fogadott titeket, amikor hazaértetek. Az milyen érzés volt? Hát már hazaérkezni az sokkal jobb érzés volt, hiszen az ember már vágyik a családja után. Levegye magad. Az is, de tényleg az, amikor tudod, hogy hazaértél, megvan a te családod, és ott kint nagyon sokszor úgy volt, hogy mintha a családunkért dolgoztunk volna. Tehát azért mondom, hogy olyankor az ember nem nagyon tud elvonatkoztatni. Tehát nem annyira dolgozol, hanem akkor... Most halljuk a tapsot éppen. Igen, de hát ez én azt gondolom, hogy mindenki, aki ott kint tett, emberéletet mentett, ez mindenkinek jár, és mindenkinek nagyon jól is esett. Nem csak akik ott kint, akik itt van, és hát azért rengeteg embernek a munkája erre volt, ugye ahhoz szükség, hogy mi el tudjuk végezni ott kint a munkánkat. Hát és azért az a nem mindegy, hogy a török nagykövet helyettese, illetve a katonai attasé vált bennünket a reptéren. De hát aztán azóta már nagyon sok helyen jártunk ugye a nagykövet asszonnyal is. Ő is volt itt ugye Fehérváron is. Amit sajnálunk, hogy nem találkoztunk akkor, de hát nem kell nekünk mindig mindenhol egymás útját kereszteznünk. Ugyanakkor mi abszolút tudjuk, hogy nagyon szeretnek bennünket. Ha több mentőcsapat egy helyen van, mi biztos, hogy kapunk ölelést akkor is, puszit, ölelést. Nem volt még olyan alkalom, hogy újra és újra meg ne köszönnék azt a munkát, amit a csapat végzett. Ugye nagyon fontos, hogy itt nem Pavel Czalaci, nem Krupács Peti, hanem egy 18 fős mentőalakulat, és a 8 kutya végezte ezt a munkát, tehát igazi csapatmunka volt. És a szegény kutyák is nagyon fáradtan jöttek haza. Nagyon, hát felszívták a port, rengeteg port nyeltek, ők is fáztak, tehát őnekik is azért hideg volt, de hát ez volt a küldetésnek a feladata. Azért azt
látni kellett, hogy volna, hogy a kutyusnak, mikor a lába megsérült, és hát ezt ugyanúgy láttuk el, mint egy bárkit, és ott 4-5 kobakot összeütődött, mindenki a kutya lábát akart gyógyítani. Pedig annyira nem volt beteg a kutya. Annyira nem volt, de mégis. De igen. Na most ugye sokan azt sem értik, hogy hát ugye az egészségügyiek a csapaton belül. Az én kollégáim, dr. Pap István főorvos úr például, emellett még 7 speciális képesítéssel rendelkezik. Tehát gyermekgyógyász, kardiológus főorvosként ő vette a fáradtságügyi búvár, alpin kiképzést szerzett, vízimentő kiképzést szerzett, tehát olyan képesítéseket szerzett, tűzoltó képesítést szerzett, hogy amikor nem az ő feladata van soron, ő neki akkor se kelljen állnia. És ez nagyon jó. Tehát a speciális mentő csapatnak az a jó, hogy mindegyünknek többféle képesítése van, tehát nem állunk ott és várjuk, hogy csoda történjen, hanem tudunk a másiknak a keze alá dolgozni. És ez nagyon jó akkor, amikor, mit tudom én, csak 3 ember szakmabeli, viszont a többi meg tud a keze alá dolgozni, tudják, hogy mit fog kérni, már lehet vinni. Ha kiküldünk valakit egy szerszámért, akkor nem az kell, hogy valaki kint mondja meg neki, hogy mi az a szerszám, hanem tudja, hogy mit fog behozni, tehát ő maga is. És ez nagyon jó érzés, hogy nem, nincs ez a veszteglés. A veszteglés annyiba állt, hogyha nem fért be mindenki a romra, már pedig ugye a romon csak 3 ember lehetett benne szó szerint, akkor a többieknek kint oda mentek a bibisúlyosok, tudod, akik könnyebb sérültek voltak, rosszul érezte magát, az ellátták a kinti egészségügyiek. De őket. Menjünk át megnézni valakit, ezt tegyük meg, legyen szíves. A kutyás egységekkel ugye mindig ment legalább egy egészségügyi, meg egy műszaki, tehát volt, amikor 4 felé voltak. Tehát az a lényeg, hogy, és ezt egy, most rossz szóval mondva, de parancsnoknak, de nem csak a parancsnok, hiszen minden csapattal mindig azt mondta, amikor valaki szétváltunk, akkor annak a csapatnak is lett mindig egy vezetője. Tehát ez nagyon fontos, hogy és az az ember, amit mond, az úgy van. Tehát nincs felülbírálom, meg mindenki tegye a dolgát, de lehetőleg határokon belül. Nagyon sokszor megkérdezték, hogy lehet az, hogy én orvosoknak parancsolok. Azt mondtam, hogy a parancsolás ugye az kétirányú dolog. Én szakmailag nem irányítom a doktort, a doktor az tudja a szakmáját, egy mentőtechnikus tudja a szakmáját, tehát én nekem nem szakirányú irányítási feladatom van, nekem az a feladatom, hogy a mentőcsapat megfelelő eszközzel legyen ott, azoknak az eszközöknek a használatát tudjam biztosítani, az embereimnek a biztonságát tudjam, a szállítását, néha a lelküket, néha összekarcoltuk egymás lelkét, néha kicsiszoltuk, tehát ez ilyen, de nem is volt. Nagyon, nagyon ritka az, amikor mindenféle ütközet minden nélkül lezajlik egy ilyen nagy volumenű nemzetközi beavatkozás. Én is azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon jó példával jártunk elő, mert mindenféle szempontból sikeres küldetésen vagyunk túl. Hát lezárult ez az időszak is, és hát most azóta, ahogy beszéltük a műsor elején, van olyan, hogy készenlétben vagytok, illetve folyamatosan készenlétben vagytok. De emellett még miből áll a napotok, miből áll mondjuk egy mai nap például, azon kívül, hogy itt vagytok nálunk? Az én mai napom egyszerűbb volt, hiszen csak ez a feladat, mára, illetve a ház körül elmaradt teendőket igyekszik az ember bepótolni, a fűvágástól a nem tudom én, a kertrolécásig mindent meg kell tenni, de például tegnap végig dolgoztuk az egész napot. Mindig más, nagyon hektikus. Természetesen, ahogy mondtam, a felkéréseknek nagyon igyekszünk eleget tenni, és igyekszünk mindenhova eljutni. Hívnak is bennünket, de ha a Laci szól, hogy most egy autót kell elhozni a műhelyből, akkor azt csináljuk meg. Vagy ugye én személy szerint még a mentőszolgálatnál ugye a 32 órában dolgozom. Most például az új betunulóknak a vizsgáztatása, felkészítése ment itt az elmúlt napokba, illetve a vöröskeresztes versenyen vettünk részt a
bajtársaimmal zsűriztük a helyszíneket, irányítottuk. Nagyon sokrétű az élet és a feladat. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a Törökországot, hogy mint az EKG-t, hogy megy egy normál EKG, és akkor egyszer csak van egy ilyen ugrik, nagy extra, és akkor ugye megy tovább a normál EKG. De már le is ütöttük defivel. Igen. És nem tudhatod, hogy mikor ugrik ki újra. És igen, még nem tudhatod, mikor ugrik ki újra, viszont ahogy maradjunk ennél a példánál, ahogy ott is készen létbe áll ugye a rendszer, ez a rendszer is mindig készen létbe áll, és ez a karbantartás is elég sok időt elvesz, hogy a raktárban rend legyen, hogy a ládákban rend legyen, hogy az eszközökhöz meg legyen minden, hogy amikor menni kell, akkor az az eszköz ott kint az egy pörönésre induljon, persze, ha van üzemanyag. Igen, most nagy újításba vágtam a fejszét, ugyanis szinte elektromos áram nélkül fogunk tudni dolgozni, tehát a jelenlegi legmodernebb eszközpark az most már akkumulátoros eszközökre fókuszál. Csákányra gondoltam, hogy azt vettem. Igen, mert azt te is tudod csinálni. Nem, tényleg arról van szó, hogy azért az ember ilyenkor is nyitott szemmel jár. Hogy milyenek azok az eszközök, amit ki lehet váltani ma már modernebb, sokkal praktikusabb eszközökkel. Én a mai napom az például úgy telt, hogy el kellett mennem a új járműre gumiztatni, aztán visszajöttem, favágás Pákozdon vállaltunk veszélyes fakivágást, a járműveknek a karbantartása, az eszközöknek a karbantartása, most eljöttünk ide egy kicsit médiázni, aztán megyek vissza a fát vágni. Tehát én úgy gondolom, hogy tesszük a dolgunkat, tesszük azt, ami teljesen normális, hiszen azért a hírnévből nem lehet megélni. Tehát a munkánkat ugyanúgy el kell látni. Ettől függetlenül. Akkor zajlik tovább az élet. Most azt a részét, miután a műsoridőnk lassan véget ér, ezt a részét nem fogjuk tudni most megcsinálni, hogy beszélgessünk az életutakról, de megígérem nektek, hogy egy másik műsor keretében erre visszatérünk, mert ez is az a baj, hogy az 50 percünkbe nem fér bele, mert annyira érdekes és színes személyiségek vagytok, úgyhogy ezt majd bepótoljuk. Viszont a műsorunk előtt beszéltünk arról, hogy egy-egy viccesebb sztori, hogyha eszetekbe jut a munkátokról, akkor azt megosszátok velünk. És akkor adunk ezzel egy ívet, hogy nevetéssel indultunk, és talán azzal is lesz vége a mai műsornak. Hát az én történetem, amit az a hazaúthoz kötődik, Isztambulban. Magyarul megint én leszek. Igen. Köszi. Most nem sírunk, most nevetünk. Mikor Isztambulban felszálltunk az utolsó hazaútra, úgy jutott hely, hogy két kutyás hölgyel, Mágival és Böbivel és a két kutyájával öten szorogtunk a három helyen, én se vagyok kis ember, kutyák is elég nagyok, és a Laci úgy hozta az élet, hogy az előtte levünk sornak a belső részében. És a sztjuárdeszek nagyon aranyosak voltak, azon kívül, hogy a szokásos simogatások, meg a köszönömök, hogy mit kérünk, és akkor hát nagy nehezen az almalét kérnénk, hogy mindenki szomjas, és hát annyira szűk volt a hely, hogy a legbelső tálcára pakoltuk föl az összes poharat, hogy majd onnan mindenki elveszi és iszik, és akkor egyszer csak a Laci széket teljes lendülettel hátravágodott, és az összes almalé szegény kutyára is övének az ölébe zúdult, de már annyira fáradtak voltunk, és már annyira elfásultunk, hogy na ott elkezdtünk nevetni, de nagyon. És Laci próbálta megmagyarázni, hogy az ülés volt rossz, de tudjuk, hogy nem. Igen, tehát akkor nem is kezdek bele. De tehát a háttállal, akárhogy támaszkodtam, nem is állt meg a gombra. Már végén így kellett ülni, hogy ne öntsem őket le, de tényleg Böbét azt meg a kutyát is nyakon sikerült az almaléval öntetni. Hát ilyen. Tehát, és ez is jelző, hogy akármennyire fáradtak voltunk, azért még az ember tud saját magán is, meg az egész bagatel helyzeten szórakozni. De csak ennyi volt, hogy Laci
Ja, és akkor mindenki csak előre szólt. Nem én, nem. Ja, és akkor rögtön az volt, hogy nem én voltam. Persze. Tehát gyakorlatilag nekünk azért ilyen vidámságokból áll az életünk. Neked is van esetleg egy konkrét, amit elmesélni? Én nekem nagyon sok vidám perc volt egyébként ott kint is. Tehát akkor, amikor főleg én azért élvezem azt, és most ne értse senki félre ezt az élvezetet, nem rossz értelemeket, hogy ugye nekünk azért már egy jó párunknak van tapasztalata. És amikor én látom ezeket az elképett embereket, amikor először látnak ilyen szituációkat, és akkor mondom, én nekem egyébként mai napig azt mondom, hogy a bögrék. Tehát én tudom, hogy van a csapatban olyan prűd, aki nemhogy abból a bögréből nem akart volna inni, de ha az új lenyomatot meglátja itt az üvegen, és már nem iszik abból a pohárból. Na most képzeld azt az embert látni inni ebből a bögréből. Tehát én nekem engem az mosolyogtatott meg a legjobban, hogy na majd megnézem, hogy nem fogja elfogadni, és elfogadta. Tehát mindenki átérezte, hogy szüksége van azoknak az embereknek a mi együttérzésünkre, illetve az, hogy érezzék, hogy velük vagyunk. És egyébként ez mindenhol jó érzés volt, amikor a kutyánkat már sokadszor oda hívták, hogy akkor nézzük meg, mert azt mondták a katonák, hogy él meg, és akkor mondtuk, hogy sajnos nem él, mert a kutya egyértelműen. És akkor is ugyanúgy áttöleltek, megköszönték, megsimogatták a kutyát, és akkor nagy nehezen, de akkor odaengedték a markolót a területre, hogy dolgozzon. Tehát mi szerintem tettük a dolgunkat, az emberek érezték, hogy jöhetnek, tehát abszolút aranyosak, kedvesek voltak, segítőkészek voltak. Mi meg megpróbáltunk abszolút emberek lenni, és én megmondom őszintén, hogy ritkán szoktam ilyet mondani, hogy nagyon büszke magyar voltam. Hát legyen akkor ez egy végszó ennek a mai műsornak. Én azt kívánom nektek, hogy nagyon sok mosolygós, és akár könnyes pillanatotok is legyen, mert ettől maradtok emberek, és akkor használjuk ezt a szót inkább a hősök helyett, hogy emberek maradjatok ilyenek. Az nagyon szépen megtisztelő, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, én azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk még rólatok hallani. Köszönjük szépen. Jó volt itt lenni. Kedves nézőink, Pavelce László és Krupács Péter voltak a Nálatok Mizu vendégei. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.